Na lássuk akkor azt a vágást Aura City-be. Először is megkeressük a dalt, amit vagdosni szeretnénk. Szépen drag and droppal ide behajítjuk. Ezt be fogja nekünk importálni. MP3 file importálása. Ez eltart neki egy darabig. Szépen kivárjuk. És megjelent itt egy sztereósávba az egész dal. Kiválasztjuk belőle a részt, amire szükségünk van. Mondjuk itt a közepén egy részt, erre ránagyítunk, hogy jobban lássuk. Elővesszük a kijelölő eszközünket, mondjuk kijelöljük innentől ideig. Ezzel elégedettek vagyunk. A szerkesztés menü, másolás, majd ezt a sávot be is zárhatjuk. Kérünk egy új sávot, projekt, új sztereósáv. Ez üres, amit látjuk, szerkesztés, beillesztés. Hogyha vissza kicsinyítjük, akkor látjuk, hogy ez pont az a rész, amire nekünk szükségünk van. Kicsit az elejét meg lehet elejét és a végét fédelni, de nem feltétlen muszáj. Félkeverés. Végére lapozunk. Kijelöljük, és effekt lekeverés. Jó, most már szépen visszamegyünk a nagyításba. Kijelöljük ezt egészet, és azt mondjuk, hogy file, exportálás MP3-ként. Adunk neki egy nevet, és elmentjük. Igen, írja, hogy már létezik. Igen, felülírom. Rendben. És akkor ez egy 128 kilobit per szekundumos MP3-ként fogja elmenteni a kivágott darabot, ezt a 30 másodperces részt. És gyakorlatilag ennyi az MP3 műtése, vagdosása Audacity-ben.